Napjainkban egyre gyakrabban hallott kifejezés a fenntarthatóság, a fiatalok körében mondhatni már trendinek számít, ha valaki kiemelt figyelmet fordít a környezetére és a környezetvédelemre. Legyen szó a szelektív hulladékgyűjtésről, tudatos vásárlásról, vagy éppen a tömegközlekedésről. De ez a szemlélet mennyire terjed ki a pénzügyekre? A Magyar Bank Holding szeretné ügyfeleit minél inkább zöld irányba terelni, és ezzel együtt ösztönözni őket azokra a szokásokra, amikkel előtérbe lehet helyezni a fenntarthatóságot és figyelmet fordítani a zöld pénzügyi termékekre. Ennek érdekében pedig már elkezdték megtenni a szükséges lépéseket. A Magyar Bank Holding és a Mastercard együttműködésének során a következő időszakban különböző tartalmakkal segítik a fiatalokat abban, hogy egyéni szinten hogyan tudnak hozzájárulni a fenntarthatósághoz a pénzügyek területén. Mindannyian tudjuk, hogy hova akarunk eljutni, csak el kell valahol indulni, ahol egy kicsikét beindítjuk a működést, elkezdjük a szemléletváltást mind bankon belül, mind pedig az ügyfelek között. És évről évre felülvizsgáljuk ezeket a célokat, és megnézzük, hogy mik azok a területek, ahol egy picit vagy amire nagyobb hangsúlyt kell fektetni, annak érdekében, hogy akár egy 5 éves távlatban látványos fejlődést érjünk el. A fenntarthatóság, amivel nagyon sokat találkozunk, az ESG irányelveknek köszönhetően és a Párizsi Klímaegyezményből adódóan kibővült. Az ESG stratégia fontos eleme a karbonsemlegesség elérése, aminek része a bankcsoport ökológiai lábnyomának felmérése, majd annak folyamatos csökkentése. Többek között azt is szem előtt kell tartani, hogy az általuk kihelyezett hitelek felhasználása mennyire járul hozzá a környezetvédelemhez. Nem csak azt jelenti, hogy odafigyelünk arra, hogy csökkentjük a kibocsátást, tehát akár most egy nagyobb vállalatnál, ahol rengeteg vállalati autó van, azokból kevesebb van, vagy éppenséggel elektromos autóra állunk át, hanem önmagában a mindennapi működésünkbe olyan szempontokat is beleviszünk, hogy odafigyelünk a dolgozóink egészségére, mindennapjaira, elkezdjük edukálni az embereket, az ügyfeleket. A Magyar Bank Holding átfogó piackutatásából kiderült, hogy a klasszikusan szennyező iparágokkal szemben a fiatalok nem látják a bankok szerepét a környezet tudatosság kérdésében. Nem nyilvánvaló számukra, hogy a bankoknak dolga van ezen a téren. Sőt, a fiatalok fele nem hallotta a zöld bank, vagy éppen a zöld pénzügyek kifejezést, de láthatóan nyitottak a változásra. A kutatás során arra is keresték a választ, hogy a 18-30 év közöttiek számára mennyire fontos a bankjuk környezetvédelmi aktivitása. Az első helyekre sorolták a szolgáltatások árát, illetve az elérhetőségét, akár az ATM-ek, akár a digitális mobil applikációknak a minőségét, de rögtön utána 40%-uk az első háromba jelölte azt is, hogy milyen tehát fenntarthatósági szempontokat is akár, mondjuk, hogy a pénzintézetnek a zöld stratégia része egyébként az üzleti stratégiájának, vagy milyen papírmentes, vagy milyen digitális fenntartható szolgáltatásai vannak. Ami pedig az egyik legérdekesebb eredménye volt számukra az, hogy a válaszadók 1/4 már kapcsolatban van valamilyen fintech szolgáltatóval, illetve közel ugyanannyi fiatalnak van állampapírja, mint amennyien kriptovalutával rendelkeznek. Ezen felül pedig az is kirajzolódott a kutatásból, hogy a fiatalabb korosztály leginkább brandet választ, míg velük szemben az idősebbek a terméket preferálják. A fiataloknál felerősödik az, hogyha ők egy brandbe belehisznek, hogy az fenntartható módon működik, vagy szeretik, mert kényelmes, akkor ők annak a brandnek minden más egyéb termékeit is keresni fogják. És ez lesz a nagy kihívás egyébként a bankoknak, hogy ők tudnak-e olyan brandé válni, mondjuk a fintekekkel szemben, ahol a fiataloket keresni fogják, és minden egyes terméket tőlük fogják megvásárolni. A bankok fenntarthatósági érintettsége sokak számára nem egyértelmű. A megkérdezetteknek csupán 64%-a gondolja úgy, hogy a hitelintézeteknek is feladatuk a környezetvédelem. A bankcsoport kiemelt szerepet kíván vállalni a fenntartható gazdaság megteremtésében Magyarországon, és egy globális problémára globális megoldást igyekeznek találni. Lehetőleg úgy szeretnék ezt elérni, hogy a helyi hatása is érzékelhető legyen. A 2020. januárjában indult Mastercard Priceless Planet koalíció azt a célt tűzte ki, hogy a partnerek segítségével 5 év alatt 100 millió fát ültessenek, és mindezt olyan területeken végezzék, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ez egy nagyon fontos üzenet, hogy ezt a 100 millió fát nem itt-ott-amott szigetszerűen, hanem a Földnek azon a részén ültetjük el,
ahol legnagyobb hatása van igazából a környezetvédelemre, ahol legnagyobb footprintet tud semlegesíteni, és nem pedig szigetszerű megoldást hozunk. A számos kezdeményezés között lesznek lokális megmozdulások is, mint például a faültetés és még sok minden más. A Mastercard által kibocsátott digitális és az érintésmentes kártyákkal történő fizetések során a fogyasztók hozzájárulnak a faültetési törekvésekhez. Ezek a termékek a Magyar Bankholding tagbankjainál is elérhető. A következő évekre kidolgozott stratégiákkal pedig lehetőség nyílik arra, hogy egyesítsék a fogyasztók, a pénzintézetek, a kereskedők, valamint a városok erőfeszítéseit az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A Mastercard törekvése, hogy a programokon keresztül partnereivel együtt elérje a nettó klímasemlegességet. Kövesd és olvasd a grindex.hu-t még több érdekes információért.